Közel 600 millió forintból alakítottak ki oktatási élményközpontot Nyíregyházán a természettudományos tárgyak népszerűsítésére. Az intézmény február óta működik a megyeszékhelyen, a diákokat az élményszerű oktatással próbálják motiválni. Köszöntöm a stúdióban Tumpek Andrást, a Nyíregyházi Egyetem projektmenedzserét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük itt is talán az előzményekkel. Hogyan indult ennek az élményközpontnak egyáltalán az ötlete, az, hogy ez megvalósulhatott? Először is egy pontosítás, hogy a projektben három konzorciumi partner vesz részt, Nyíregyháza megye, Jogváros, Nyíregyháza Egyetem, illetve egy alapítvány, mint a civil szféra képviselő, és az alapítvány a konzorcium vezető, ennek a képviseletében vagyok én, de természetesen a Nyíregyháza Egyetem kiemelkedő szerepe neve elhanyagolható ebben a pályázatban. A pályázat a Széchenyi 20-20 pályázati program keretein belül valósult meg, és a gondolat végül is az volt, hogy a természettudományos tárgyak, a matematika, a fizika, a kémia, mondhatjuk, hogy nem a legnépszerűbb tantárgyak sem az általános iskolában, sem a középiskolában, és ezek az élményközpontok, több is működik Magyarországon, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy az egyik pont Nyíregyházán valósult meg. Ezeknek az élményközpontoknak az lenne a szerep, hogy egy kicsit segítsék a köznevelésben folyó természettudományos oktatást, és rávilágítsák ezeknek a tantárgyaknak a szebbik oldalára is. Milyen korosztályokat céloztak meg? A pályázat egy elég széles korosztályt ölel fel, általános és középiskolát, de nem állunk meg itt 22 éves korig bezárólag, ők a célcsoportunk. Jelenleg ugye február óta működik az élményközpont működésszerűen, jelenleg általános és középiskolások vesznek részt a programban. Milyen finanszírozással jött ez létre? A pályázat... A FOP pályázat keretein belül Európai Uniós támogatással jött létre, illetve Nyíregyháza megyei jogváros önerőből egy ingatlant ajánlott fel. Ennek a felújítása is része volt a pályázatnak, a Báthory utcán található ez az ingatlan. Hogyan működtették ki, az, aki fenntartja ezt? Igen, a város tartja fent magát az ingatlant, és az ingatlan, tehát maga, nevezzük inkább egy iskolának, vagy élményközpontnak a hivatalos nevén, az élményközpont nyitva van, fogadja a gyerekeket, és zajlanak az órák is, van egy közösségi tér is kialakítva, ahol a gyerekek leülhetnek, beszélgethetnek, és reményeink szerint, illetve terveink szerint maga az élményközpontot majd szeretnénk a nagy közönség számára is elérhetővé tenni. Egyelőre gondolom oktatási intézményekkel vannak kapcsolatban. Hány gyerek azok, illetve hány intézmény, akin keresztül ezt a gyerekek tudják használni, és milyen formában? Jelenleg 16 iskolával vagyunk együttműködési megállapodásban, ezek felölelnek általános és középiskolákat, és nem csak Nyíregyházát, hanem a régióban is értem, és középiskolák tekintetében vannak gimnáziumok, szakgimnáziumok, tehát elég széles palettát próbáltunk lefedni. És hogy az első kérdésre válaszoljak, egy aránylag szép szám, több mint 3000 gyerek fordult fel meg február óta az élményközpontban, és vett részt valamilyen órán. Ez azt jelenti, hogy egy-egy alkalommal el tudnak menni a diákok, vagy akár rendszeres foglalkozásokat rendszeres tudnak ott tartani nekik? Rendszeres foglalkozások, hiszen az iskolák, ahol együttműködésnek ez is szerepe volt, hogy az iskolák tudják, hogy mikor hány gyermeket tudunk fogadni. Tulajdonképpen egy órarendet kell elképzelnünk, 4 különböző tanteremben tudjuk fogadni a gyerekeket, ezek szaktantermek, mondhatjuk így, ahol más-más célú oktatás folyik, de például legutóbb a közösségi térben is volt egy óra. Mitől lesz ez élmény alapú oktatás? Mi az, ami ott van, és ami az iskolában nincs? Hát az élményközpont oktatás vagy a játékpedagógia, ez mind a kettő egy elég fontos hívószó lett az oktatásban. Viszont azt is be kell látnunk, hogy egy köznevelési intézménynek nem biztos, hogy vannak mindig keretei erre, akár nézzük az időkorlátot. Az élményközpontban jellemzően másfél órás blokkokban gondolkodunk egy iskolában, egy általános iskolában ugye ez nem lehetséges, 45 percben nem minden fér bele. Illetve az élményközpont igyekszik úgy a képzési programját, amelyet amúgy a Nyíregyházi Egyetem szakemberei alakítottak ki. A képzési programnak például az is része, hogy elkezdenek egy kísérletet, nagy isten biológiából, és ezt a kísérletet a legközelebbi foglalkozáson fejezik be, vagy addigra várják meg az eredményeit. Tehát amivel egy kicsit másabb az élményközpont az, hogy más keretek közt dolgozik, illetve az eszközpark, egy nagyon komoly és nagyon modern eszközparkkal tudunk dolgozni, tehát van robotika tantermünk, ahol programokat is programozhatnak. Szerencsére ez amúgy elérhető más középiskolákban is itt Nyíregyházán, de úgy érezzük, hogy ez sose elég. Itt saját oktatókkal, tanárokkal dolgoznak, vagy minden gyerek a saját tanáraival tudja használni ezeket az eszközöket? Nem, az élményközpont saját tanárokat foglalkoztat, tehát tanárok, akik az élményközpont munkájában részt vesznek, és tehát olyan tanárok, akik amúgy tisztában vannak a köznevelésben elvárt
standardokkal, illetve a tanmenettel, és ehhez próbálnak ők kiegészíteni. Az élményközpontnak elsősorban nem az a cél, hogy átvegye a köznevelési intézmények szerepét, hanem inkább egy mankóként szolgáljon, és világítson rá arra, hogy ezeknek a tudományoknak igenis van szépsége, és mindennapokban kézzelfogható eredménye is. Hány oktatóval dolgozik az élményközpont? Jelenleg 15-16 oktatóval dolgozunk együtt. Mik a tapasztalatok? Mennyire fogékonyak a gyerekek erre az újszerű oktatási rendszerre, és hogyha visszamennek, mondjuk hazamennek a saját iskolájukba, akkor mit tud velük kezdeni a tanár? Rögtön a második kérdésre válaszolnék, hogy az élményközpontnak ugye ez volt a cél, és ez egy nagyon nehezen számszerűsíthető eredmény az, amikor visszamennek a gyerekek, és a kisőtanoktól halljuk, hogy körülzsongják őket a többiek, és kérdezik, hogy mi volt, illetve maguktól mesélik el, hogy mi volt, hogy ezt számszerűsíteni nem lehet, de mégis úgy tűnik, hogy maga az élményközpont oktatás, vagy amit az élményközpont kínál, az igenis mély nyomot hagy a gyerekekben. Szerencsére még van folytatás, tehát ezt még fogjuk tovább csinálni, és én bízom benne, hogy egyre több gyereket tudunk majd bevonni. Ez mit jelent? Milyen folytatásban gondolkodnak? Hát még bővítésben esetleg? Vagy igen, vagy óraszámnövelésben. Még egyenlőre, tehát hogy most jelenleg a pályázat keretein belül működik az élményközpont, de szeretnénk, mint az előbb is említettem, szeretnénk ezt majd később nyitottá tenni, akár iskoláknak lehetőséget biztosítani élményközpont oktatásra, vagy nyári táborok szervezése, versenyek szervezése, ez amúgy mind a kettő folyamatban van jelenleg is. A természettudományos ismeretekhez kapcsolódó versenyeket szervezünk, és nyári táborokat is. Mi az, amit várnak ettől hosszú távon? Hosszú távon ennek a pályázatnak, ami kézenfogható eredménye lehet, az, hogy a természettudományos ismeretekhez kapcsolódó jegyek javulnak az iskolákban, nő az ehhez ilyen tárgyakat választó érettségizők száma, mi ebben bízunk, illetve ezt szeretnénk, ez a célkitűzésünk, és hogy ami már nem megint nehezen számszerűsíthető, egy attitűdváltást a gyerekek fejében, hiszen egy robot programozás, hogyha a legutóbbi élményemet tudnám elmesélni, amikor kint voltam, hogy a gyerekek kiscsoportos foglalkozás keretein belül robotokat programoztak, konkrétan a Boci-Boci tarka lejátszására, és itt rendkívül módon élvezték, és meg kell, hogy mondjam, hogy én magam is ott maradtam, és kíváncsi voltam az eredményre. Ugyanakkor meg kell említeni az élményközpontnak a tantárgyak közti áthallás segítését is, hiszen pont ennél egy angol nyelvű vizuális programozási nyelvet használtak, amellett a zenei ismereteiket is kellett hasznosítani, tehát hogy túlmutatva a robotika ismereteken egy komplex ismeretanyagot kellett felhasználniuk, és tették ezt kis csoportban, kooperatív munkával, ahol a tanár nem frontális oktatást tartott, hanem csoportonként segítette a munkát, és kézzelfogható eredmény volt, hiszen a kis robot eljátszotta a Boci-Boci tarkán. Tumpek András, további sikerélményeket kívánunk. Köszönjük szépen, hogy vendégünk volt. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.